Busszal érkezett a kormányülés helyszínére Karácsony Gergely. Már a buszon fotósok vették körbe, és a budai várban is fotósok és operatőrök várták, amikor leszállt a buszról. Néhány perccel később már közhírré tették az internetes oldalak, hogy busszal utazik a főpolgármester. Hasonló volt a helyzet október közepén, amikor Karácsony Gergely kerékpárral ment dolgozni a Városházára. Ennek még külföldön is híre ment. A riposzt fotói szerint azonban idézem, mindez sunyi színjáték. A 16-os busszal érkezett meg Karácsony Gergely szerdán a budai várba. Az új főpolgármester a Karmelita Kolostorban tartott kormányülésre igyekezett. A jelenetet saját közösségi oldalán élőben is közvetítette. Ez a videó is azzal indult, ahogy Karácsony Gergely tömegközlekedéssel érkezik, miközben kamerák és fotósok veszik körül. Az egyeztetés után szintén a közösségi oldalára írt összefoglalóját is úgy kezdte, kiderült, hogy aki tömegközlekedéssel megy a várba, hamarabb odaér, mint aki nagy fekete autóval. Sunyiban otthonról kocsival, látványosan a Városházáról busszal. Karácsony Gergely várbeli útjáról ezzel a címmel közölt cikket a Magyar Hírlap. Az írásban több olyan fotóra is hivatkoznak, amelyeket a riposzt tett közzé szerdán. Ezeken a képeken már nem egy buszmegálló, hanem egy autó felé tart Karácsony Gergely. A fotókon egy sötétkék Volkswagen és annak sofőrje társaságában látható. A riposzt azt írja, hogy a képek szerda reggel készültek, még azelőtt, hogy Karácsony Gergely látványosan buszra szállt volna. A riposzt által közölt képeken az látszik, ahogy az autó Karácsony Gergely zuglói otthona előtt várakozik. Egy másik felvételen pedig ugyanez a jármű a Városháza udvarára fordul be. A portál úgy fogalmaz, Karácsony Gergely ezután a szokásos parasztvakítással váltott át környezetvédő gyalogosra, aki csak buszozni vagy kerékpározni hajlandó. A cikk alapján ez történhetett 3 hete is, amikor Karácsony Gergely kerékpárral érkezett a Városházára, hogy átvegye az irodáját Tarlós Istvántól. Én biciklivel járok dolgozni, és miniszterelnökként sem fogok a várba költözni. Egy korábbi, akkor még miniszterelnök jelölti kampányvideóban is azt hangoztatta, hogy ő olyan politikus, aki nem autóval jár a munkahelyére. A riposzt szerint viszont idézem, Karácsony Gergely már akkor is sofőrrel furikáztatta magát, amikor a kampányban harsányan hirdette, hogy kerékpárral közlekedik, és már ekkor is minden reggel szolgálati sofőr ment érte. A cikk szerint az autó menetrendszerűen érkezik a főpolgármesterért 3:47 és 6 óra 50 perc között. Tesz néhány kört a ház körül, amíg a sofőr ellenőrzi, hogy nincsenek-e újságírók a környéken, majd egy közeli ház kapujánál parkol le. Karácsony Gergely csak ezután száll be. Így a portál szerint, miközben a főpolgármesterről eddig is sorra készültek a buszos és kerékpáros képek, a hátsó utcákban konspirálva mindig átült a szolgálati autóba. Nem ez lenne az első eset, hogy ez kiderül. A választások előtti kampányhajrában a 888.hu írta meg Karácsony Gergelyről, hogy idézem, zugló Lance Armstrongja 4 kerékre váltott. Karácsony Gergely akkor saját közösség oldalán maga ismerte el, hogy egy bérelt gépjárművel közlekedik, de azt írta, hogy csak a kampány utolsó heteinek sűrű programjai miatt bérelt egy Skodát, és sosem volt hivatali autója. Mostanáig a budapesti közgyűlés alakuló ülésén ugyanis arról is döntöttek, hogy a főváros neki és mind az 5 helyettesének is biztosítja a hivatali gépjárművet, amit az ellenzéki politikusok meg is szavaztak maguknak. Az erről szóló előterjesztésben az is szerepel, hogy az autókat nem csak hivatali, hanem személyes célra is használhatják. Arról, hogy mindezt Karácsony Gergely hogyan egyezteti össze, sokat hangoztatott Zöld Budapestet hirdető programjával, és hogy mióta vesz igénybe titokban sofőrös szolgáltatást, miközben a sajtóban azt a látszatot kelti, hogy kerékpárral közlekedik. Levélben megkérdeztük a főpolgármestert is. Karácsony Gergely közösségi oldalán reagált. Azt írta, a Városháza legkisebb autóját használja. Azt ugyanakkor elismerte, valóban előfordul, hogy autóval megy a dolgára.